Jó napot, kellemes szép napot nektek, koncertóval együtt leszünk itt a bemutató hátterében. Főszereplőként bemutatnám nektek a Renault Twingo kormányunkat, amiben van egy csomó kis gombocska, mert tempomatos az autó. Nagyon jó felszerelt különben az a járgány, annak ellenére, hogy egy kis autó. Nagyon szép bőrkormány van rajta, kopásmentes bőrkormány. Ugye, és nem csak tempomat ő, vagyis hát ő tempomat vezérlő, hanem itt van két kis egy gombocska, ami kétállású, tehát sebességlimitet tudunk beállítani rajta. Rögtön mutatom nektek, a műszerfalon fog megjelenni ugye ez a információ. Tehát tudunk tempomatot és tudunk sebességlimitet állítani. Középállásban pedig ezt látjuk itt. Itt a fordulatszemmérője, látszik, hogy ugye eloszlanak a cseklámpák, de azért ugye újra szoktuk indítani az autót, hogy lássuk, hogy tényleg minden rendben van. Tehát leállítom a kocsit, tökéletes kulcsa is különben egész újszerű, hiszen csak 101.700 km-t futott, járműről van szó. Tehát leállítottam, benne hagytuk a kulcsot, kellemesen csilingel itt nekünk gyújtás. Van egy csomó kis lámpa, látjátok, szinte azonnal elalszanak, ugye van benne menetstabilizátor, ABS is. A komputert innen tudjuk nyomogatni, figyelmet tudjuk kísérni a fogyasztást, meddig megy el még az autónk, azzal az üzemanyaggal is, mindenféle jó információk vannak. A középkonzolon van egy jó kis digitális automata klíma, ami tökéletesen üzemel az autónkban. A zene szintén nagyon szépen szól, és innen is tudjátok nyomkodni, és onnan is. Ezt is kipróbáltuk, csak hogy tudjuk, hogy mi működik benne és mi nem. Aztán 5-ös váltót találtok itt, ez teljesen újszerű, szintén hibátlan kis fekete ez a díszítő elem benne, így ahogy a középkonzol is látjátok, és még itt is be van, mintha bőrben lenne bevonva ez a műszerfal, és ilyen piros cérnával van varva, amúgy az ülés is ilyen design elemmel van ellátva, és ő is olyan, mint a bőr széle lenne itt az üléseknek, nagyon jól mutat. Aztán szevasztok, Feri és Peti kollégám, mindig itt vannak velünk, látjátok a állandó két szakértőnk is, itt vannak kiteregetve a kis ütőkártyáink. Az autónk 2012. 3. hó 16-án került forgalomba, és ugye van itt egy szerviz bejegyzés, nem egy, hanem több is, amit le is fotóztam különben. Igen, itt vannak a Renault szervizes bélyegzők is, mikor volt az autó és mit csináltak vele, le lehet ellenőrizni. Az autónk friss műszakival rendelkezik ugye, és ha 75 lovas 1.2-es vagy 1.2-esnek hívják különben, sportverzió, mert hogy nagyon dögös alufelni van rajta, egy Renault márka jelzésű alufelni. Mind az ülés, mind pedig a kormány állítható magasságban, látjátok, fantasztikusan szép az ülése, ugye itt van ez a végzsák, ezt a kart el kell fordítanunk, és meg kell próbálnom ezt így félkézzel megoldani, és sikerült, tehát a hátsó utasok így már be is tudnak lépni, izofixes ülések hátul, fejtámlák benne, ugye négy személyes a jármű, hiszen négy darab öv van benne. Elektromos tükrök, elektromos ablakok, de szerintem az összes autó négy személyes, mindettől függetlenül, hány öv van benne. Az autónk piros színű, lakpiros színű, és látjátok ezeket a jó kis dizájnos alufelniket, egyszer, hátul fehér szárny, és még van rajta a matrica is, ami igazán sportossá teszi. Nagyon jó gumik vannak rajta, Goodyear márkájúak, és ha már guminál tartunk, akkor ide át tudunk fordulni, mert itt is van egy Renault dísztárcsa, méghozzá mögötte felni, rajta gumi, Kléber márkájú téli gumi szett, ez pedig a Renault-é. Szépen beletesszük ide nektek, ez egy ajándék, lehet használni még sokáig. A Renault Eco 2, gondolom én, egész környezetbarát, ha mocia, tehát kevés káros anyagot bocsát a levegőbe, ezzel is hozzájárulhatunk itt a tiszta levegőhöz. A belseje tiszta, dönthető az ülés, egy darab egészében lehet ezt lehajtani. Mindkét oldala tökéletes szerintem, itt a tetején a kis fehér sáv szalad végig az elején. Kötfényszóros, ez működik is benne, mint ahogy látjátok. Minden eleme teljesen rendben van, és aztán a szokásos, azaz néhány esetben meg kell, hogy mutassam, hogy hogy működik az elejének a kinyitása. Tehát meghúzzuk ezt a kart, fölpattan az eleje a motorháztetőnek egy picit, turkálni kell, és már meg is találtam. Láthatólag és hallhatólag itt minden rendben van, könnyen indult, és szépen megy vele,
a kis karosszéria, hiszen nem egy nehéz karosszéria. Nyugodtan gyertek el, ha szeretnétek egy egyedi szép darab Renault Twingot az M3 Autóparkban, itt lehet megvásárolni, megnézegetni, kipróbálni, legyen a tiétek ez a Twingo. Nyomjatok a végére egy ilyen jelet, nagyon szépen köszönöm nektek, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Sziasztok!